Énekelnek, zenélnek, táncolnak a kisgyerekeknek a karcagi óvónők az interneten. Így már a legkisebbek is részt vehetnek a digitális oktatásban. Egy közösségi oldalra töltenek fel olyan videókat, amelyekben kreatív foglalkozást tartanak a kicsiknek. Elsődleges feladatunk a játék, és a játékon keresztüli tanulás, és hogy ezt a nagyon nehéz időszakot segítsük a szülőknek, a családoknak, arra döntöttünk, hogy a közösségi portálon létrehoztunk egy olyan oldalt, amelyben különböző tartalmakkal segítjük az ő otthonlétüket. A karcagi óvodások Tarka-Barka percei néven, és itt különböző meséket élőben hallhatnak az óvonénieiktől, találkozhatnak velük a képernyőn keresztül. A szülőnek otthon csak el kell indítani a felvételeket a számítógépen vagy az okostelefonon. Folyamatosan látjuk a feltöltések alatt azokat a számokat, melyek megmutatják nekünk, hogy kikhez ért el az adott feltöltés, illetve aktívan éppen kik azok, akik nézik a tartalmainkat. Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy egyre nő ezeknek a családoknak, érdeklődőknek a száma. Igyekszünk a különböző tartalmakat úgy megjeleníteni, hogy komplexen minden óvodai nevelési területet felöleljen. Egy belső zárt csoportban folyamatosan kapcsolatot tartunk egymással. Most jelen pillanatban ezen az oldalon kb. 14 óvónéni munkálkodik együtt. A karcagi óvónők így próbálnak segíteni azoknak a családoknak, akik a koronavírus miatt otthon vannak. Az óvónénik nagyon nagy örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, és hirtelen összeállt az a csapat, egy 15-20 fős csapat, akik ezt az oldalt szerkesztik, és töltik föl a tartalmakat, és így ők személyesen mondják el a meséket, hegedülnek, énekelnek, kézműves tevékenységeket mutatnak be, és már érkeznek az első visszajelzések a szülőktől, a gyerekektől, hogy milyen nagyon nagy öröm volt számukra látni az óvonéniüket, és együtt énekelni velük, vagy éppen megoldani az adott tevékenységben a feladatot. Az óvisok is könnyen vették az akadályt.